Az EGON Magyarország ZRT 2006-ban alapította ezt a díjat. Ez egy nagy összegű, kiemelkedő művészeti díj. Első alkalommal tavaly adták Ács Píró György vehette át Fogság című regényéért, és Jenei Zoltán kapta a társdíjat. Az idén a szakmai zsűri döntése szerint Rakovszky Zsuzsa Visszaút az időben című verses kötetéért kapta az EGON művészeti díjat. Drága Zsuzsa! Ahova jól esik! Margocs István indoklásából a zsűri döntéséről. Ezt te olvastad? Hallottam, amikor a Margocsi felolvasta, jelen voltam. Kis részlet. Rakovszky Zsuzsa költészete egyszerre szélsőségesen posztmodern és konzervatívan klasszicizáló. Versei bonyolult szépségük, csábító és fenyegető érzékiségük, valamint kérlelhetetlen analitikus igényük révén olvasóiknak magasrendű élményt nyújthatnak, mintha maga a nagy klasszikusokra jellemző katarzis lakoznék bennük. Szívből gratulálok. Köszönöm. Kezdjük az estet egy verssel. Varjó Olga olvas fel egy Rakovszky Zsuzsa verset. Egy fiatalkori verset olvasnék, először is, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett. Nagyjából két csoportra oszthatók a dolgok. Mind arra, amiben hibás vagyok, és arra, amiben nem. Ez az utóbbi csoport lényegében elhanyagolható. Megtudom, az én hajam tömt el megint a lefolyót. Közlik, az influenza vírust is én hoztam haza. Miattam kellett éjfélig fönnmaradni, mosni, fonni, eladni a kis ezüst dobozt, a csomagban érkezett flitteres hálóinget. Rendben van, gonosz vagyok, nem tetteimben, lényegemben. Jobb lesz, tudom, az ellenkezőjét sem követnem el, különben nem marad el a megtorlás. A számozott ajtó mögött pikkelyesen hámló, fehérre mázolt éjjeli szekrényen gyógyszeres fiolák és félig töltött narancsleves pohár, sőt, koszorúk megbarnult rózsákkal, rongyolódó sötét szalag, ázott aranybetűk, ilyesmik következnének biztosan. Lehet, hogy az aténi földrengést is én okoztam? A holdfogyatkozást is? Ártó hatásom borfolt az abroszon, minden irányba kiterjed. Vádaskodó kislány hang fonnyadó szájból. A szeplős kéz valamit mindig gyűröget. Papírzsebkendőt, rádióműsort, egy láthatatlan terítő rojtjait. A tétova gombszemekben vád. Vád. A régi képeken bolond kerek kis sapkák, gombaforma parányi retikül, bokáig omló nyári ruhák, győztes barokk redői a kardvirág ágyás vagy a szökőkút előtt, a keskeny válpántok fölött tündöklő kulcsont. Jókora romboló erő lehet bennem valóban. Mire az ember észbe kapna, már csak valamit kiszorítva, már csak valami árán, már csak bűnök ellen bűnök hálózatában. Azt álmodom, napfény, szoba, edénycsörgés, közben tudom, valaki a falon túl, valamilyen füstelen szobatűzben, és az ajtó nincs bezárva. De én nem. Én nem. Én nem. Ezt felolvasták már valahol? Hallottad már így? Nem emlékszem. És milyen volt hallani? Hát fura, mert nagyon fiatal voltam, amikor ezt írtam, vagy legalábbis most ahhoz képest nagyon fiatal, nagyon régen, és most olyan, mint ha valaki egészen más írta volna. Nem tetszik? Nem igazán. És miért nem tetszik? Hát, akármilyen régen is írtam, annyira azért nem voltam fiatal, mint ami ennek az egész versnek valahogy a... Hogy lehet ezt mondani? Világhoz való hozzáállásából érezni lehetne. Szóval ez egy ilyen kamaszos, na most jól oda mondogatok neki típusú vers, ami
Most már biztos, hogy nagyon idegen szerintem akkor is. Az volt már, de most biztosan. Ugye ez a kötet, ez versek 1981-2005. Igen. Most ez egy érdekes helyzet, de azért gondolom, te beleszóltál, hogy milyen versek kerülnek persze, a kötetben. Persze. És akkor nem olvastad el? Az a helyzet, hogy én úgy emlékeztem, hogy ezt kihagytam, és mindig megjelent, hogy benne van.